Üdv mindenkinek, sziasztok! Az előző részben láthattátok, hogy mi is az a skót útakadály. Ami nem más, mint a szabadon kóborló birkák. A mai részben láthatjátok, hogy mit csinálunk, hogyha napközben beszorulunk a lakóautóba. Volt, hogy az apró kis szúnyogok miatt nem tudtunk kiszállni a kocsiból, most éppen a naplementére vártunk, és mivel a lakóautó nem éppen a mi méretünk volt, ezért én előültem az anyós ülésen, és Zoli hátul készítette a kávét. Na de hogy mi is történt, azt most megnézhetitek. Egy pillanatra megálltunk Apple Cross közelében. Azt terveztük, hogy itt alszunk, talán itt alszunk, de itt nagyon sok ez a kis apró szúnyog. Zoli egy pillanatra szállt ki, és már agyonmarták őket. Nem biztos, hogy megvárjuk itt a naplementét. Biztos szép lehet, 180 fokban. Csak ez a tenger torkolat? Nem is tudom, hogy mondjam, mi ez. Annyit a torkolat, a tó, de úgy tudom, ez maga a tenger. Amúgy nagyon-nagyon szép, nagyon jól néz ki. Csak nincs netünk, nem tudjuk megnézni, hogy mikor megy le a nap. És nem akarunk még itt ülni a kocsiban, bent a fülkében. Ott. Mondjuk egy 3/4 órát csak azért, hogy várjuk, hogy lemenjen a nap. Zoli vett is, meg most találta a Victoria vízesésnél is egy ilyen hálós sapkát, úgymond, ami védi az arcot is. Ezektől a bogaraktól. Kicsit nehéz benne látni, de legalább nem csípnek agyon. Rajtam is mondom, nagyon sok csípés van. Előbb épp, hogy kiszálltam egy fél percre, és már rögtön a nyakon állon haraptak, kézen haraptak, úgyhogy megidegesítő, hogy az arcom körül repkednek. Na és a lényeg, hogy ezért nem maradunk itt. Pedig nagyon jól néz ki minden. Ez már a nyugati része ennek a félszigetnek. És hát nem is félsziget, csak egy kis kiálló kis. Hát de végig is mondhatni félsziget. Meg a birkánk. Ah, de mögöttem is hallom, már jönnek az úton. Ja, és amúgy, hogyha arra elnéztek, még ott is vannak hegyek, hatalmas hegyek. Itt aludnánk, bárány végetésre aludnánk el. Úgyhogy most szerintem egyelőre átgondoljuk, nem hiszem, hogy megvárjuk a naplementét. Aztán megyünk tovább. Amúgy már 3/4-8 is elmúlt. Ó, és azért meg a kamera, mert támadnak ezek a kis szúnyogok, úgyhogy megyek is vissza a fülkébe. Várj, mit csináltam? Hoppá! Másik irányba. Bocsánat. Elnézést kérek, betörtem. Kicsit féloldalas lett. Majd tessék megjavítani a nyitókáját. Jó napot kívánok! Hordogot szeretnék kérni. Sajnos hordogunk nincsen. Elfogyott, mert már záróra után vagyunk egy kicsivel. Ó, a fenébe. Akkor de, azért volt lehúzva a róló. Ja, jó, igen, igen, igen. De így, hogy kívülről fennhúzta, esetleg tudok önnek segíteni magam. Amivel szolgáltunk még, az esetleg kávé. Hát azt szeretnék. Nem elvitelre, hát csak itt innen meg, ha lehetne. Lehet, kérem szépen. Jó. Sajnálatos módon az émász kikapcsolt az áramot. Igen. És jelenleg napelemről működik a vízforrólónk, tehát egy kicsit hosszú ideig fog tartani a kávé elkészítése. Igen. Egyben két cukorra tetszik parancsolni. Azt hiszem egyel, de maga szerintem jobban tudja, hogy én hogy iszom. Igen, egy cukorral akkor fogom adni a kávét. Egy kis türelmet kérek, addig kérem, csodálkodjon a kilátásban. Csodálkodom. Kicsit sokat kell várni a kávéra. Mennyire vagy túsz? A kávéhoz odaférsz? És azt mondja, éppen most készítem a kávéját. A Nescafé és a cukor pohárba helyezés az alá gyorsan fog menni. Sajnos a vízforralóra várni kell. Már beindítottam.
de annak kell azért egy pár perc, hogy fölforjam. Szóval Zoli nem túsz, tehát hozzáfér a kávémhoz. A kakasülőn ül éppen, az én kis létem. Eloroztam a kakasülődet, most én ültem rá, mert így én is láthatom ezt a kilátást. Mert ugye a kávé már mindjárt kész, tehát az, azzal nincs baj, csak a víz nem forrt még. Igen. Az sokáig forrt, de amúgy ráérünk. Hát még mindig ezt élvezzük. Már most hol a naplemente? Tehát most azt hittem, hogy ugye ilyen nagy vörösben izzó tengert fogunk látni, ahhoz képest most így elment a nap, és úgy hello, lekapcsolták a villanyt. Igen, ez a baj a Angliának sajnos, hogy ugye egy szép naplementét úgy lehet látni, hogyha látod a napot lemenni. Skócia. Skócia, bocsánat. Hát jó, igen, Skóciában, mindegy, tehát Angliában sem, hiába voltunk tengerpart, és láttuk a idézőben a naplementét. Mivel általában itt felhős az ég, ezért a napot nem látjuk lemenni. Hiába napközben nem felhős, estére általában befelhősödik minden, mert ugye este megnő a páratartalom. Tehát nagyon nehéz elkapni egy igazán. Ez a vízpumpa. Nehéz elkapni egy igazán lenyűgöző, szemkápráztató naplementét. Amúgy csak azért is mutatok ilyen kis rövidke életképeket, bocsánat, közben én mucolgok, mert hogy lássátok, hogy nem csak abból áll nekünk itt az élet, hogy itt jövünk, megyünk, megállunk gyönyörű helyeken, hanem ott ilyen is apró szösszenetek is vannak, hogy leesik mondjuk hátulról az összes ágynemű, visz mindent, akkor azt felpakolni, amikor csak valami kéne abból a villanyóra szekrényből, úgy hívjuk, emögött, akkor azt ugye lent is vannak cuccok, azt mind arrébb pakolni. Tehát itt vannak kihívások. Meg a legnagyobb problémánk most jelen pillanatban a törpeszanyagokkal van, mert zárva kell tortani az ablakokat, meg az ajtókat, mert különben bejönnek, és megzabálják az embert. És nagyon-nagyon picike szőnyogok is, 100 000 milliárd van belőlük, így is van bent egy pár, úgyhogy ha csapkodok, az azért van, mert beszabadultak. Az alatt a 5 másodperc alatt, amíg kinyitottam az ajtót, és beszálltam hátra. Ezt mondtam is, hogy azért sem maradunk itt, valószínű. Mert egyébként az lenne az alapvető szituáció, hogy oldalt állnánk Annával, ki lenne nyitva az oldalsó tolóajtó, és a tolóajtón keresztül premier plánba látnánk a naplementét, várnánk, hogy nyugszik le a nap, ki lenne rakva esetleg a szék meg a kakasülő, és ott ülnénk. De hát nem lehet, mert főzabálnak az anyagok egy perc alatt. Ez úti napló lesz, úgyhogy Zolit faggatjuk. Ma véletlenül felfedeztünk egy solymászat. Úgy mondják, hogy solymászat? Igen. Jó. Mert el akartam menni egy faluba, ahol ugye fish and chipseztünk, de van ugye egy ugyanolyan nevű éjszakabbra is, mi oda mentünk be, mert írták, hogy festői környezet, festői halászfalu. Hát bementünk, minden volt, az csak még a falut se találtuk meg, és az útra észrevettünk pár solymot, meg baglyót, amikor ugye ilyen, mi annak a neve? Amikor azon ülnek, az a... Nem tudom, szerintem ki, ilyen rétem, ilyen lankásabb domboldalra voltak kirakva ilyen kiülők. És akkor ugye az, ahhoz vannak ők hozzá szíjazni, és azon a kiülőn ülnek tulajdonképpen ezek a vadászmadarak, baglyok, solymok, sasok. És egy jó 4-5 darab ilyen ugyanezett vadászmadár ott kint ült, azt vettem észre az útról, és nagyon szerettem ugye a madarakat. Apám ugye ornitológus madrász. És mondom, nézzük már meg, hogy hát ha mondom, van bagoly is esetleg, mert bagolyok azok a kedvenceim. És besétáltunk, és igen, az egy solymászat. 50, 60, 80 euróért tartanak ott bemutatót, meg kézbe lehet venni, vagy esetleg kézre lehet tetetni a különböző madarakat, de mi ettől eltekintettünk, csak kérdeztük, hogy meg lehet csak egyszerűen nézni a madarakat itt a helyükön, ahol ülnek. Azt mondja, persze, nyugodtan menjünk be, azt nézzük meg. Bebattyogtunk oda, és nagyon tetszett egyébként. Mellett közben elkészült a kávé a kisasszony. Köszönöm szépen, mennyivel tartozok? Ezt inkább nem mondd meg, jó? Ezt inkább lefocsizzuk majd a lehúzott függöny után. Itt a kávéja. Az oknim. Melegítő zokniával együtt. Várjál. Ez a melegen tartozok még. De azt húzd lentebb, hogy meg tudjam fogni. És hát... Akkor le fog csúszni róla. Akkor meg csúszol le, akkor de hát... Akkor leveszem. Amúgy így nyakon öntöm magam itt a... Hát nem kéne, mert ez egy tűzforró kávé. Most jó kávésra sikerült, legfeljebb nem alszol éjszaka. Egyébként is szoktál egyébként, úgyhogy tök mindig. Főleg, ha van internet. Azt mit csinálják itt? Nem kéne hűlni egy picit?
kérdezem? Nem tudom. Mert nem tudom letenni. Akkor kérem, tegye vissza is, amikor hűlt, egy-két perc múlva, akkor adja ide, jó? Amúgy nektek mondom el, akik itt néztek, nem vagyunk teljesen hülyék, de azok vagyunk, de nem abból az értelemben, csak néha, amikor unjuk magunkat, akkor így elviccelődjük. Zoli mögött van ott egy pár zokni, meg a fiókon is van pár zokni ott. Mögötted a malacon is van, meg ott jobbra is van. Ott. Ja, hát különböző azt, ruha nem is vannak mindenféle a lakóautóban. Hát hát de az azért normál. Van, mert hogy szárad, mert amikor én kimost, előtt egy-két napig jó idő volt. Mondom, kimosok egy-két zoknimat, mert nem hoztam annyit. Mondom, kimosom, és akkor majd megszárad. Na azóta vagy nem sütött a nap, vagy nem érkeztünk oda időbe, hogy kirakjam száradni. Tehát máskor időben megérkeztünk a szállásáról, hogy kiterítsük. Közben Zoli rájött, hogy van nekem kávésbögrém, belerakja a kávét, és akkor úgy iszom, mint egy kóztás kávét. Igen, és akkor mehetünk, nem itt ülünk egy helyben, mert a naplemente úgy nézem, hogy az ma este elmarad érdeklődés irányában. Érdeklődés az meg lenne, csak a naplementének a hiánya van meg. De amúgy a mai nap ilyen állatos volt, láttunk delfint is. Jó, arról, tényleg. Arról ugye... Majd az, hogy találtunk rá, sétáltunk, videókat, amit csinált Zoli, azt majd láthatjátok, mert túl messze volt a szabad szám, mert alig láttam. Én szúrtam ki, amikor nagyon ugráltak, de mire megálltunk és oda mentünk, már nem ugráltak annyira, úgyhogy én sem láttam effektív, csak néha egy kicsit távolban, amit lehetett, hogy már akkor kisebbeket ugráltak sokkal. Parancsia, kisebb vagy a kávé lesz erre. Videó. Köszönöm, este 8-kor jó a kávé. Hát ez teljes kávé. Lesz kávéból, úgyhogy. Úgyhogy a birkák az út mellett, úgyhogy ma ilyen állatos napunk volt. Én vezetek, tiszta állatkert van. Köszönöm szépen. A rólóját meg tessék megigazítani, amikor visszajött. Rendben, köszönöm, csak komcsi tálásra. Sötétben folytattuk utunkat, szarvasok, őzek ugráltak át előttünk az úton, majd megtaláltuk az aznapi szálláshelyünket is, és másnap reggel egy újabb csodára ébredtünk, és hogy hol, azt a következő részben megláthatjátok ti is, hogyha velünk tartotok. Remélem a következő videóban találkozunk, addig is, sziasztok!